Szeretettel köszöntöm Önöket Ajkán. Örülök, hogy két ilyen prominens, két ilyen befolyásos politikussal rendést találkozhatok. Először Klárától kérdezném, hogy mi a vélemény arról a vélekedésről, hogy az ellenzék célja tulajdonképpen, ezek ilyen sanda vélemények, de hát ez a közhangulat, ellenzék célja a status quo megőrzése, és nem is annyira a rendszerváltás, hanem hogy bebiztosítsa saját helyzetét. Szerintem ez nem a közhangulat, ez egy kisebbség véleménye, ráadásul szerintem a Fidesz és Orbán táplálja is ezt a véleményt, hiszen neki mindig az a célja, hogy ne tudjon felállni vele szemben egy egységes ellenzék. Úgy mérnökösködték meg és építették, rakták össze a választójogi törvényt, hogy csak úgy lehet Orbán Viktort legyőzni, hogyha egy koalíciót, egységes koalíciót, egy erőt képvisel az ellenzék. És azért, hogy ezt ne történhessen meg, ezt lehet látni, hogy nagyon sok eszközt használnak, többek között az ilyen kicsit bugyuta, de annál kártékonyabb vélekedést is. Osztja ezt a véleményt? Teljes mértékben. A választójogi törvény nagyon sok eleme, például a győztes kompenzáció, hogy aki győz, az még plusz mandátumokat kap, újra meg újra kétharmadszor segíti Orbán. Az a politikai szisztéma, az a politikai rendszer, amit felépített, és az a függőségi viszonyok milliója, amit főleg vidéken, a kiszolgáltatottság, az, hogy maga alá gyűlte az egész médiarendszer, a független intézményeket, hát mindannyian ebben az országban élünk, egyértelműen azt mutatják, hogy az egységes nagy Fidesz táborral szemben csak az egy ellen. Ma el kell döntenie minden választónak azt, hogy vagy az ellenzéket segít és le akarja váltani az Orbánt, vagy akkor kormánypárti. Nincs a kettő között út, nem tud lenni, sajnos nekünk nem megfelelő az, hogyha valaki egy kicsit jobb Fideszt akar ma Magyarországon építeni, ezért mondom, hogy ma az egyetlen biztos pont, az, amit mi összehoztunk, az a baloldali zöld, szociáldemokrata zöld szövetség, az egyetlen európai párt és közösség, mert mi védjük egyedül Európát, mindenki szembe jön velünk, és mi vagyunk az egyetlenek baloldaliak, akik tudjuk, hogy a társadalmi különbségeket csökkenteni kell, mert önmagában a piacgazdaság és a demokrácia nem képes széles társadalmi tömegeket felemelni, már csak egy két dolog miatt is érdemes ránk szavazni. Most az egyre jutott eszembe, hogy ezt biztosan tudják a Karmelitában is, és azért döntöttek, hogy legyen három osztatú a politikai tér, gondolom én, ez egy összeesküvés elmélet. Tehát Magyar Péter lehet a Fidesz kreálmánya esetleg? Ó, ezt nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni. Egy biztos, hogy Orbán mindennek örül, ami három osztató. Ugye a 2019-es önkormányzati választások előtt centrális erőtérnek hívták, tényleg hátradőlt, kért egy kávét és folyamatosan hozta magának, úgyhogy nem is volt többsége az országban, de bebiztosította magának a győzelmeket, sőt a kétharmadokat az ellenzék megosztottsága miatt. 19-ben rájöttünk, megalkottunk, sok kompromisszummal, nagyon sok lemondással. Összefogtunk és 3 millió embert felszabadítottunk. Legalább önkormányzati szinten, megyei jogú városokat, Budapestet, budapesti kerületeket. Hát önök itt Ajkán nem kellett, hogy izguljanak, hiszen egy rendkívül népszerű polgármesterük van Schwarz Béla személyében, de azért higgyék el, hogy nagyon sokat jelentett Szombathelynek, nagyon sokat jelentett Budapestnek, nagyon sokat jelentett Pécsnek, hogy végre olyan polgármesterük van, aki nem a Karmelitából kapja a parancsokat, hanem az ott élő embereket támogatja és őket hallgatja meg. Abban a pillanatban, ahogy elkezdődik választások előtt újra az ellenzék leváltásáról, az ellenzék megosztásáról, az ellenzék szétdarabolásáról a szó, abban a pillanatban, hogy valaki elkezdi kipöckölni az ellenzéki együttműködésből ezt vagy azt a szereplőt, abban a pillanatban azt kockáztatjuk, hogy ugyanolyan csalódáshoz vezessen, mint amilyen Márki-Zay Péter vezetésével 2022-ben az országgyűlési választáson vezettek. Nem tudom, megkérdezni a kérdést, de szinte összevesztek a közvéleménykutatók az eredményeiken, hogy mit szólnak a közvéleménykutatások eredményeihez, amik akár duplá is lehet az egyik a másiknak támogatottságot mérve, tehát egészen elképesztő számokat látunk napról napra megjelenni. Elképesztő, de szerintem ma már így nem lehet most mérni per pillanat. Tehát akkor, amikor egyik és másik közvéleménykutatás eredmény között 500 000 az eltérés, akkor mi úgy döntöttünk, hogy járjuk az országot, és megszólítjuk az embereket, és kiállunk a saját politikánk mellett. Egész egyszerűen nem közvéleménykutatást kell nyerni, egy régi nagy szocialista politikus, Kovács László,
rajta. Igen, nem horgyula, ahogy a Magyar Péter hangoztatja. Így van, ezt hiába szóltunk itt neki Ajkán, akkor is horgyulázott. Hát én szerintem el kellene dönteni a Magyar Péter úrnak, hogy mit szeretne. Ha valóban az eredeti szándéka, amivel ő házal, hogy megszólítsa a Fideszből kiábrándultakat, megszólítsa azokat, akiknek nincs stabil pártpreferenciájuk, nincs pártjuk, de Orbán ellenesek és elegük van ebből a rendszerből, és valóban az lenne a célja, hogy bővítse az ellenzék szavazótáborát, hogy feltörje azt a merevséget, amit az előbb említett függőségi viszonyok millióival vidéken elért Orbán, akkor el kellett volna induljon például a vidéki megyei listáknak. De csak összeszedte az aláírást, de nem indult el. És elindult nem viszont Budapesten, ugye, amelyik kormánynak egy fájó pont. Ellentétben Budapesten, ahol megfordítottuk az eredményt, megvertük a Fideszt, körzetről körzetre, megvertük a polgármestereit is a Fidesznek, végre egy normális, jó eredményt el tudtunk érni ebben a tényleg borzasztó nemzeti együttműködés rendszerében, ott viszont ránk indul. Magyar Péternek kell eldöntenie, hogy a kormányt akarja segíteni, vagy az ellenzéket akarja segíteni. Ez az ő döntése, és én azt kérem minden olyan embertől, aki figyeli ma Magyar Pétert, hogy jól gondolja meg Bianco csekre, majd 26-ban meglátjuk, hogy mire megy Magyar Péter, de most a biztos pontot kell választani, ránk kell szavaznia, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik képesek vagyunk erőt mutatni Orbánnal. Igen, azt hiszem Klára mondta, hogy aki az ellenzéknek árt, az a Fidesznek használ, ugye ez? Igen, és egészen egyértelmű kijelentés. A legfontosabb, ami minket hajt, és ami ezt a szövetséget is összehozta, hogy ennek az országnak nincsen már több ideje. Pontosabban az embereknek nincsen már több ideje. Hát akkor, az idősebbeknek főleg. És, de a fiatalabbaknak de sem, mert a fiatalabbak most itt Ajkán dönteni kell, hogy Magyarország vagy hát itt külföld. Ajkán beszélgettem egy nagyon szimpatikus hölgyel, így idejött a fórum végén, aki éppen azon gondolkodik, hogy elmegy külföldre. Egy másik 30 éves egyébként régész nem talál magának munkát, és teljesen kétségbe van esve, mert teljesen leépítette a kultúrát az ország. A harmadik ember az egészségügyi ellátásra panaszkodott, hogy rákos beteg, édesanyja nem kap tisztességes ellátást a magyar kórházban. És akkor nem beszéltünk a magyar fizetésekről, nem beszéltünk a magyar nyugdíjakról, nem beszéltünk a magyar oktatásról. Ennek az országnak nincs több ideje. És ráadásul olyan kormányra van szüksége, aki az emberek hétköznapi problémáival foglalkozik. Nem nagy lózungokat mond, meg nagy mondatokat mond. A Fidesszel a korrupció az egyik probléma. A másik probléma, hogy egy kiszolgáltatott, olcsó munkaerőre építi ezt az országot, és kizsigereli a magyar embereket a velejéig. Ez a konzervatív jobboldali politika ezt eredményezi. Most ha nem lesz baloldali fordulat, nem lesz szociáldemokrata kormány, nem fog tudni kijönni. Igen, ezt a baloldali és liberális oldalon nagyon jól tudják, ismerik ezt a történetet, de hogy eljusson ahhoz is, aki még életében nem hallott az ellenzékről, mert van ilyenek, egy lapos kő alatt töltötte az idejét az elmúlt pár évben, sajnos. Ehhez jó lenne egy vita mondjuk a köztelevízióban, ami most, hogy is mondjam, felkapott dolog. Ön természetesen bizonyos fenntartásokkal, hogy nem is beszélték meg, de mégis Magyar Péter meghirdette, jó, ezen át lehet siklani, de mennyi esélyt ad annak, hogy esetleg a köztévé beengedi a ellenzéket és a kormányt egyszerre, tehát Dajs Tamást, Magyar Pétert és önt. Mert én nagyon szívesen vitatkoznék. Tudom, preferálja a Partizánt, az ATV-t, de hát az megint egy rétegnek szól. Én minden vitán ott vagyok. Ha lesz a köztévében vita, ezt mondtam az első pillanatban kezdve, akkor ott vagyok. Kell vitát tartani mindenhol, ahol vitát szerveznek. Ráadásul a vita, az nem egy show műsor. Közjogi felhatalmazást kérnek a politikusok a választóktól, hogy döntéseket hozzunk a választók nevében. Ezért azok, akik kérnek, tehát akik az adott választáson indulnak, most jelen esetben polgármesterek, vagy éppen európai parlamenti képviselők, azoknak kutya kötelessége elmenni vitatkozni. És nincs olyan, hogy fontos ember, nem fontos ember, hogy ez a közönség fontos, ez a közönség meg nem fontos. Mindenki fontos ebben az országban. A köztévén is jó lenne vitatkozni, én ott leszek, hogy meg lehessen szólítani mondjuk a Fideszhez húzó embereket, de legalább ennyire fontosak azok a milliók, akik soha nem szavaztak a Fideszre. Ne kezeljük már őket másodrendű állampolgárként csak azért, mert ők ellenzékiek voltak világéletükben, amióta a Fidesz van. Nekik is felelősséggel tartozunk, és előttük is kell vitatkozni, úgyhogy egy biztos, én minden vitán ott leszek. De köszönöm szépen, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm az idejüket, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Csukó. Viszontlátásra.